Faültetéssel kezdték az évet a 2020-ban Európa zöld fővárosa címet elnyert Lisszabonban. A portugál fővárosban 20 ezer fát ültettek el vasárnap. A 2050-re teljes karbonsemlegességet elérni tervező városvezetője szerint így lehet hatékonyan küzdeni az éghajlati jelenségek ellen. A faültetés segít csökkenteni a klímaváltozás és a globális felmelegedés negatív hatásait, mint amilyenek a hőhullámok. A területek fásításával elérhetjük, hogy a környezet hőmérséklete akár 5 Celsius fokkal alacsonyabb legyen, mondta Lisszabon polgármestere. Az Európa Zöld Fővárosa díjat odaítélő Európai Bizottság alelnöke szerint fontos, hogy az emberek közösen lépjenek fel a klímaváltozás ügyében. Szervezetnek kell lenni, hogy rá tudjatok venni minket, politikusokat, hogy helyesen cselekedjünk, mondta az Európai Bizottság alelnöke. Idén 2020-ban bizonyságát kell adnunk, hogy véget vetünk a háborúnak, amit az ember indított a természet ellen, mondta az ENSZ főtitkára. A 2010-ben létrehozott Európa Zöld Fővárosa címet minden évben olyan város tölti be, amely úttörő a környezetvédelemre tekintettel lévő életmód kialakításában, és különleges erőfeszítéseket tett a környezet és az életminőség javítására, a fenntartható fejlődés megteremtésére. A címet tavaly Oszló birtokolta.